integrálni akarják a cigánt. Hát azt, aki már 51-ig a kájánát tud, nem erőszakot, integráljuk már a cigánt. Nem akar integrálódni. Na Istenem! Akit akar, azt próbáljuk már meg. Mit lehet tenni azokkal a cigányokkal, akik tényleg lopnak, késelnek, akik rettegésben tartják a lakókörnyezetüket. Most kimegy oda egy-két kisebbségi képviselés, azt mondja, hogy gyerekek, békéljünk meg, fogjunk, összetérjünk jó útra. Hát komolyan veszik ezeket? Ezek az emberek már ezt nem fogják komolyan venni. A rendőrségnek kell ezek ellen fellépni, mert ezeket az embereket már nem tudjuk úgymond jobb útra téríteni. A konfliktus kezelőirodának nem ez a célja. Az a célja, hogy párbeszédet folytasson, és megpróbáljuk a konfliktusokat úgymond kezelni. Ha már éles szinten két-három ilyen konfliktus meg tudunk oldani, én azt mondom, az is egy sikernek fog számítani. Ez az utca ezt az utcát nem csinálják. Ez az utca, mint a elmúlna felejtve. Ide a szemetet, úgy magyar, úgy cigány, úgy az ilyen, megmondom az őszintén. Ide hordjunk a szemetet, mert a kukás kocsi tudja, mit csinál. Tesz egy fordulót, és azt mondják mindegyik, hogy ide tessék már figyelni, hát maguk cigányok fogjanak össze, ne hordják a szemet. És az uniós forrásokból a roma telepekre hogy lehetne fordítani? Hogy lehetne őket felzárkóztatni, hogy ne gyertyával világítsanak, hogy legyen út? Emberi állapotokat teremteni nem az uniós forrásokból lehet, hanem az úgynevezett telepfelszámolási programokból, amelyben a mi szervezetünk, a polgárhatú mozgalom jelenleg is két községben, Fűzérben és Fűzérhatbánkban 15-15 családnak új lakást épít. Szerintem is csak szervezetek párthatnak, kisebbségi önkormányzatok nem. 32 évesen még most is tanulok, már 8. szakmám lesz, meg érettségi, meg minden, és nagyon sokáig kerestem munkahelyet, és nem találtam, mert akárhova beadtam az önéletrajzomat, hogyha a nevemből nem jöttek rá arra, hogy én roma származású vagyok, de viszont már amikor elbeszélgetésre bementem, akkor azt mondták, hogy köszönjük, már betelt az állás. Igen, és én akarok dolgozni, tudok dolgozni, én a munkámból akarom eltartani a gyerekeimet, én nem kapok semmiféle segélyt, nem is kaptam soha. Hány gyermeked van? Kettő. Egyedül velem mind a kettőt. Akkor éreztük a végszükségét, hogy valamit lépni kell tenni kell a megyében, amikor megtörténtek a nagy és sajnálatos események. Problémák vannak romák és romák között, problémák vannak romák és magyarok között, valami problémák vannak az állampolgár és a kvázi a hatalom, a hivatalok között. Végre vegyük egymást ember számba, és beszéljünk emberi módon. Soha nem volt még ilyen erős a feszültség a roma és a nem roma társadalom között. Egyre több médium kapja fel a cigány kérdést, gyakorlatilag a csapból is a cigányok folynak. Miért pont most pattant ez ki? Lakatos János cigányember reggel 6 órakor fölkelt, felült a buszra, elment a legvásárlóbb basztó gépjárba dolgozni, 10 órán keresztül dolgozott szorgalmasan, hazament, megkapta a havi fizetését, kifizette a villanyszámlát, lakbért, stb. Ez nem ír. Ez nem ír. De hogyha Kis Jakab összedőlt lezet a Kázmérral a kocsmába, és az egyik cigány, és mit tudom én megkésérték, vagy a magyar a cigány, vagy a cigány a magyar, na ez már hír. Nehéz a gazdasági helyzet, ez is folyik a csapból szintén. Nem csak társadalmi egy keskeszentét, hanem az sem, mert 2 millió leszakadó állampolgárról beszélünk. Ki a felelős? A 30-as években ki volt a felelős? A nagyszakállú pajeszó zsidó. Most ki a felelős? A cigány. Miért felelős? Hát mert ő csinál 5-6 gyereket, és ugye azt kell segélyből eltartani. A Vajda úr, bár nem tudom, hogy a legitimitását ő honnan veszi ilyesmihez, ugye azt mondott, hogy már például cigánybűnözés igenis van. Kérem szépen, az én olvasatomban bűnözés van. Az egy másik szituáció, hogy azok az emberek vannak többen a börtönben, akik nehezebb körülmények között élnek, valóban helytelen módon, de hozzányúl a másikhoz. De ettől még nem lehet egyértelműen egy egész etnikumot felelőssé tenni. A beidegződés, hogy a cigány ember nem szeret, meg nem is akar dolgozni, én egy kicsit azt megkételjezném, mert ha Kádár apánk tudott velünk akkor, mit kezdeni, tudott minket dolgoztatni. Igaz, rögtön azt fogják mondani, mert KMK volt. Találjanak akkor most is ki valamit, hogy legyen valami. Menjünk el dolgozni, dolgozunk, és délutára fáradjunk már el. Mi is ezt szeretnénk egyszer. Hogyha az ember a munka emelte ki az állatvilágból, akkor a munkátlanság elembertelenik. És egy embernek, egy családfőnek arra szüksége van, hogy ő tudja, hogy ő hasznos tagja a családjának, ő el tudja tartani a családját. De erre majdnem mindenki azt mondja, hogy nem is akarnak dolgozni. Valóban fellelhető szegmensekben ilyen jelenség is. Magyarán mondva a jelenlegi segélyezés politika valóban ebbe az irányba nyomja az állampolgárokat.
Gazdaságosabb otthon maradni a jelenlegi rendszer mellett. Nem azt mondom gazdaságos, mert nem gazdaságos, mert a családnak a nettó jövedelme növekedni fog. De nincs meg az a motiváció. Másosokban nincs meg a lépésztanosság. Például most a Jabilba felvétel van. Másfél hónapos határozott időre veszik fel a dolgozókat minimálbérén. Most ilyen munkáltatói attitűddel nem várhatom el, hogy az emberek jöjjenek tömegesen. De a többségi társadalom meg ebben a malomban tapos, tehát ugyanez. Elég nagy szeleten, ott van az úgynevezett szürkülő szerintem gazdaságban, hogy munkanélküli szociális ellátást, szociális segélyt felveszi, és dolgozik mellett a feketén Budapest az építőiparban. Egyre több helyről hallani, hogy a kisebbségi önkormányzatok nem váltották be a hozzáfűzött reményeket. Mit szól ehhez? Hol lehet a hiba? A választási rendszerben látom a hibát, mert szakképzetlen, iskolázatlan emberek is indulhatnak a választási rendszerben, és ezek az emberek nem képezik magukat, és ezáltal a helyi érdekképviseletet sem tudják ellátni. De meg a kisebbségi önkormányzatok is az 555 ezer forintból tengődnek, és tiszteletük nincs. Jó magam is megyei önkormányzati elnökként társadalmi munkában végzem a feladatomat egy fillér juttatás nélkül. Miből él akkor? Én a nyugdíjamból élek, én egy rokkant nyugdíjas vagyok, piszkosan nagy feladat, és mivel több mint 20 éve csinálom, én ezt egy életünknek, egy pályának nevezem. A Vajdaságnak a felújított intézménye az első világháborút követően alakult ki a magyarországi cigányságnál, aki nem hiszi nézzen utána, és többek között a Vajdák voltak a helyi, meg a kommunizmusban is a Vajdák voltak a helyi hatalomnak a kiszolgálói, kvázi a spicli hálózatnak a vezetői. Lakatos úrnak a jó szándékát és a jó irányba törekvését én nem vitatom, de az én olvasatomban inkább akár a roma polgárai mozgalomnál, vagy lombodromnál, tehát legitim politikai vagy társadalmi civil szerveződésnél kellene neki megtalálni a helyét. Van, amíg vezetőnk 12, 6-an választották meg őket. Ez a legitimen választott vezető. Ha a cigánságot ide tudták sodorni a legitimen választott vezetőink, ha ne akarják, már mindig gratuláljunk is nekik. De elmúlt közel 20 év és nagy eredményeket nem tud lerakni a magyar roma politika. Parlamentben csak egy-két ember található meg. Látni olyan politikai erőket, akik úgy gondolják, hogy elegendő egy-két bízcigányt bejuttatni valamilyen pozícióban. Ebből csak nagyobb baj lesz. Káosz lesz. Szidjék el nekem, káosz lesz ebben az országban. Vagy az lesz, hogy ezt a Borsod megyét 70%-ban 20-25 év múlva 70%-ban fogják cigányok lakni, és aki csak teheti, minden megy a gazdagabb régiókba. Mindegyik elfognak. Mert már most is az van, aki teheti, mindenkinek ilyen résztartalékként van lent a Dunán túlon házacska, ahova cigány nem bír menni. Nem bírnak oda elmenni. És akkor itt mi lesz? Egy kibaszott nagy rezervátum lesz.